It's all about humanity. Sziasztok srácok, én Tankönyv vagyok, és folytassuk a free-to-play kalandunkat, amit láthatjátok most a Tigris 1-essel, hoztam nektek egy visszajátszást, és erről szeretnék egy pár információt ugye megosztani veletek, hogy hogyan kezdtem el húzni ezt az ágat, miért kezdtem el húzni ezt az ágat, úgyhogy ugorjunk is bele a replaybe, vagy el is kezdem, és közben mesélek nektek. Ugye, ahogy említettem már az előző videóban, a T-85M-et meg lehetett szerezni, küldetésből. Na most van még egy olyan küldetés az új játékosoknak, hogy ha végigcsináljátok a küldetés sorozatot, akkor tudtok választani egy tier 6-os tankot, amit ugye nem kell megvennetek, hanem odaad nektek a játék. Na, és én ugye, mivel a tigriságát választottam, egy pillanat is mondom, hogy hogy miért a tigriságát választottam, ezért kivettem a 3000 vagy 3601, hát azt hiszem VK3601H a neve, bocsánat, hogyha rosszul mondom, és így nem kellett addig elgrindolnom az ágat. Ugye, miért kezdtem el a tigris ágat? Azért kezdtem el a tigris ágat, mert az előző videóban elmondtam, hogy ezt az ágat felbuffolták, főleg az ágyút buffolták ezen a tankokon, illetve valamelyiken a páncélt is buffoltak mindegyik tankon, és tier 6-tól felfele, én úgy tudtam, hogy ez az ág, ez nagyon jó, mert a tigrist is lemárkoltam a fő fiókomon, a tigris 2 a kedvenc tankom jelenleg a játékban, az E75 az egyik legjobb tier 9-es tank a játékban, az E100 nem a legjobb heavy az én rangsorolásomban, viszont még mindig egy nagyon kellemesen játszható tank, de úgy gondoltam, hogy ez az ág szinte végig tier 7-től nagyon jó lesz. Na, és ezzel szemben, ugye elkezdtem játszani a VK-val, és fú, alapját az a VK ugye stokkos volt, nem volt semmilyen modulom meg rá. Amíg nem fulloztam ki azt a tankot, tehát amíg a legnagyobb 220 alfasebzésű ágyú nem volt meg rá, egy igazi borzalom volt az a tank, viszont utána egy nagyon kellemesen játszható tank volt, sőt, még élveztem is vele a játékot, tehát igazából megváltoztatnám arra a véleményemet, hogy ez az ág nem csak tier 7-től jó, hanem tier 6-tól jó már, amint kifullosztod a VK-t. És igen, végigjátszottam amúgy a csatáimat már a stock tigrissel is, és az nem a legjobb gaming experience, tehát ugye, ha jól tudom, igen, rá tudjátok rakni azt a 220 alfasebzésű ágyút erre a tigrisre, de amikor először megveszitek, akkor ugye az alaptornyát mindenki beüti, nincs olyan nagy DPM-etek, nincs meg az a viszonylag magasabb alfátok, mint ugye ezzel az ágyúval már megkapjátok a 280-as alfát, ami ezen a tigrisen nagyon-nagyon kellemes, nagyjából ilyen 6-6,5 másodperces újratöltéssel, és amint látjátok, az ellenfelet úgy aprítjuk, beleaprítjuk így a levesbe, srácok. Igazából kihasználjuk a DPM-et, kihasználjuk a kiváló ágyunkat, nézzétek meg, alig kell céloznunk, nagyon jó az alfa sebzésünk, és robogunk is tovább, itt a heavy tankokat már megreggeliztük. Itt azt láttam, hogy nagyon jó csata lesz, mivel a killeket csak úgy szedem föl, mint hogyha kis morzsák lennének a földön, így nyom-nyom-nyom, elnyomogjuk az ellenfelet. És ugye a tigrisről úgy összességében még az experience-ek, tehát hogy ez a tank, ez is olyan, hogyha ki van fullozva, ez egy nagyon-nagyon kellemesen játszható tank. Ugye főleg azért, mert ez nem is kell amúgy goldlőszert használni, mivel az alapátütés az 203 és 237 a goldlőszerével. Igen, 237 a goldlőszere és 203 az alaplőszere. Tehát ez a tank egyébként se lesz sokkal-sokkal jobb, ha mondjuk a full goldot spammelek vele, mert nem nő meg sokkal az átütésem. Tehát egy tier 9-es meccsben nincs nagyon értelme aranylőszert lőnöm, mert ugye nagyjából ugyanaz az átütésem. Ami a legnagyobb problémát jelenti itt a tigrisnél, hogy a legénységem még egy skill-es, tehát nincsen hatodik érzékem, és nincsen javítás skill, tehát nem 100%-os a javítás skill-em, és ez érződik. Tehát a tracket azt hiszem ilyen 7-8 másodperc alatt rakják föl, ami azért egy ilyen tankkal, amit ugye alapvetően nem a páncélra épít, hanem a jó ágyújára, azért probléma, mert ha valóban olyan mező közepére megtrekkelnek, azért az tud fájni. Tehát igen, ilyen, sőt, több mint 8 másodpercet láttam pontosan, hogy letrekkeltek. És nézzétek meg, mennyi ideig állok egy helyben. Nem akarom elhasználni a javítómat, mert lehet, hogy mondjuk pont meglőnek utána egy ammórekkel, stb. Tehát fölöslegesen nem akarom elhasználni. Úgyhogy erre a tigrisa majd nagyon hasznos lesz, ha tényleg lesz egy igazi
teljes át, nem álca, javítás legénységem, ugye az nagyon-nagyon hasznos lesz, és akkor tényleg nagyon-nagyon király tank lesz, de én úgy gondolom, hogy ez egy tökéletes free-to-play tank, jó átütés, jó ágyú, a mobilitása az kicsit gyenge, a páncia nem a legjobb, de úgy összességében nagyon kellemes játszani ezzel a tankkal. És már lassan-lassan, azt hiszem a videó felvételének időpontjában már ilyen 50-valahány ezer XP van nekem ezen a tankon, tehát már szépen lassan fejlesztjük ki a Tigris 2-t, és az is nagyon várom már, mivel hogy az előző videóban említettem, a Tigris 2 az én kedvenc tankom jelenleg a játékban. És nézzétek meg, hogy robogunk előre, már 3700 sebzésnél járunk, és ebből, és ez még lesz több is. Úgyhogy én imádom ezt az egész tigriságat, én szerintem egy nagyon jó döntést hoztam azzal, hogy ezt az ágat választottam, mint első heavy tankák. Ugye azzal, hogy azért mondtam el az előző videóban, hogy szeretnék egy heavy tankágat, meg szeretnék egy medium tankágat, hogy el tudjam kezdeni a küldetéseket a Stugnál, a Stug 4-es küldetéseket, és majd szeretnék egy light tankágat is, és egy TD ágat is. Light tankra egyébként a Batchet 12T és az alatti tankokat szeretném majd megszerezni, mivel azok a nagyon könnyű küldetéseket megcsinálni, és a küldetések azért nagyon fontosak, mert ugye adnak nagy javítókat, amiket el tudsz adni kreditért, adnak kreditet, ami nagyon fontos ezen az akkúton, mert abból van talán a legkevesebb, a kredit a legnagyobb probléma, itt még nem is a legénységek a legnagyobb probléma, hanem a kredit az, ami probléma tud lenni. És ugye a küldetésekkel ezt ki lehet váltani, és TD-ből meg azon gondolkodtam, hogy a Hellcat ága felé megyek, mert ugye a Hellcat-től is nagyon-nagyon sok küldetés meg lehet csinálni, sőt még van olyan küldetés, amit a T50 után a Hellcat-tel csináltam meg, úgyhogy ezek a tervek ezen a fiókon, és úgy összességében mit tudnék még mondani erről a free-to-play fiókról? Ahogy az előző videóban is elmondtam, az érzés az, hogy sokkal ilyen grindolósabb az egész, tehát visszahoz egy ilyen régi érzésben, nem, én régen voltam free-to-play játékos, aztán elkezdtem tornamentekkel játszani, még az első fiókommal, és aztán soha nem kellett prémium fiók nélkül játszanom, aztán jött a sok kredit, akkor jöttek a jó legénységek, akkor jött az aranylőszer, stb. És most ez egy ilyen kis nosztalgikus érzés bennem, amikor még emlékeztem, hogy leültem, és van 800 valamennyi csatám a T-34-esemmel, az 5-ös T-34-jel, nem a 8-as prémium, az 5-ös T-34-jel, 8-as csatám, mert régen azzal grindoltam magamnak a kreditet, a free-to-play játékosok szerint tudják, miről beszélek, és hogy meg tudjam venni mondjuk a tier 10-es tankomat, mert nem volt prémium tankom, és ez is egy olyan dolog, hogy érzed, hogy ez sokszor csak grindolni ülsz le a játékhoz, nem azért, hogy mondjuk akkor végtolj egy ágat most, vagy ehhez hasonló. De azt hozzá kell tennem, hogy azt is érzem, hogy jelenleg 2021-ben sokkal-sokkal könnyebb free-to-play játékosnak lenni, mint annó volt. Annó nem kaptál prémium fiókot, annó nem voltak invite kódok, legalábbis nem volt ennyire elterjedt, nem kaptál ennyi mindent, nem kaptál 6-os prém tankot küldetésért, nem voltak ennyi küldetés lehetőségek, nem kaptál meg egy 6-os normál tankot, csak azért, mert megcsinálták küldetéseket, tehát ott tényleg mindent is grindolnod kellett, és közben vége van itt a körnek, 4500 sebzés, 600 assist, tehát egy 5000 kombinátos meccs és 6 killt sikerült összeszednünk ezzel a tigrissel, jelenleg amúgy ez a sebzés rekord ezen a free-to-play akkunton. Ami az előző videóban maradt, és lehet, hogy majd kérdezni fogjátok, hogy Elit rákerestem erre az akkuntra, és nem is létezik, akkor miről beszélsz te? Hát ez nem is létezik ez az akkunt. Ugye ez azért van, mert ez az akkunt az orosz szerveren lett létrehozva. Kezdjétek, hogy de miért az orosz szerveren Elit? És azért az orosz szerveren, mert ugye ezt is megkérdeztem a közösségemtől, hogy mit szeretnének látni, hogy szeretnének látni egy kis változatosságot, vagy hogy megnézzük, hogy van-e valami különbség az orosz vagy az EU szerver és az orosz szerver között, és ugye ezért hoztam létre. Még kevés csatát játszottam az orosz szerveren, hogy meg tudjam mondani, hogy van-e különbség, vagy nincs, úgyhogy majd még a következő videóban erről beszélni fogok. Meg ahogy mondtam, mindig update-elni foglak téteket minden héten, hogy nagyjából hol tartunk ezzel a free-to-play mókával,
De hogyha nem akartok lemaradni semmiről, akkor ugye mindig streamelni szoktam, ahogy játszok ezen a fiókon, a Twitch fiókomon, vagy a Twitch oldalamon, inkább úgy mondom. Ennek a linkjét bereszem a leírásba, azt mindenképpen csekkoljátok le, hogyha nem akartok lemaradni róla, és nyomjátok oda egy követés. És hogyha tetszett ez a videó, és tetszik ez az egész free-to-play dolog, ha mindenképpen nyomjatok egy lájkot a videóra, azzal sokat tudtok segíteni, illetve nem akartok lemaradni a jövőbeni kontentekről, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Én megköszöntöm nektek a figyelmet, Tankerit voltam, és akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok, hello!